bili smo uglavnom u sobi, nigde se nije ni izlazilo, mada nikakvu zabranu tu nismo ni imali, niti bi uveden policijski sat, ali oni su se ljudi tamo pridržavali toga, plašili su se tih terorističkih napada, više nego raketa. Jobban féltek a terrorista támadásoktól, mint a rakétáktól, így összegezte egy Izraelből hazatért szerbiai férfi a hétvégén történteket. Szavainak hátterében pedig az áll, hogy a gázai övezet környékén nem ritkák a rakétatámadások, amely ilyen komoly támadás, mint amilyen szombaton történt, szinte példanélküli. A Hamász támadásának legalább 700 halottja és több mint 2000 sérültje van. Az izraeli válaszcsapásokban több mint 400 palesztin vesztette életét, és mintegy 3000-en sebesültek meg. A harcok szombat óta folynak, amikor rakétaeső zúdult Izrael déli és középső részére a gázai övezetből, és a Hamász egységei a határkerítésen át behatoltak Izraelbe. Hétfőre a helyi tájékoztatás szerint az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a gázai övezet szomszédságában lévő összes település felett, ám továbbra is több mint 20 helyen rés van a gázai határon. Azokon a helyeken a harckocsik biztosítják a határt helikopterek és drónok támogatásával. Az egyes országok folyamatosan menekítik ki állampolgáraikat Izraelből, Szerbia eddig 3 gépet indított az ott rekedt szerbiaiak megmentésére, de további mentőjáratok is indulnak. A harcok tovább folytatódhatnak, a háborúnak biztosan nem lesz egy hamar vége, hiszen mindkét oldalnak vannak külföldi támogatói. Izraelt szinte a teljes nyugat támogatja, míg a másik oldalt a leghangosabban Irán támogatja. Oroszország számos alkalommal közölte, hogy a független Palesztina létrehozását támogatná, most pedig azonnali fegyverszünetet sürgetett a helyzet kezelésére.